szerintem az én korosztályomnak egy jelentős része még úgy nőtt föl, és hála Istennek a vagyoni helyzettől függetlenül is a legtöbben úgy nőttünk föl, hogy voltak otthon könyvek, amikből olvasni szoktak, aztán meséltek sokat, olyan játékaink voltak, amelyek ma már nem divatosak, mert játszani lehetett velük, és nem a kereskedelmet gazdagítani. Tehát én azt gondolom, hogy igen, otthonról is. Otthonról azt, hogy például tudni kell mások nyelvén is beszélni. Édesanyám 4 nyelven tudott és fordított a fordítóirodába. Édesapám nagyon szerette az irodalmat, rajzolgatott, öcsém örökölte a képzőművészeti képességeket. Tehát igen, volt egy kultúrlégkör, és ennek volt egy sajátossága, az igényesség. A fogyasztói társadalom tagjai nehezen értik meg azt, hogy értéket nem azért hozunk létre, hogy rögtön el is fogyasszuk, és csak az az érték, ami fogyasztható. Mert hogy az emberiség attól lett emberiség, hogy nem úgy él, mint az állat, hogy újra és újra ismétli azt, hogy eszik, iszik, és nem folytatom, hogy mi minden, hanem generációról generációra egy csomó dolgot nem kell megismételnie. Mert létrehozták, ráörökítették, és ha jól őrzi, akkor az már az ő életéhez hozzátartozik, bővíti a kultúráját. Lehetnének itt barlanglakások még mindig valahol a löszbe, és akkor nem állna itt sem az agora, sem a művészetek háza. Érték nélkül az ember nem ember. És az értéket én mindig szembeállítottam az érdekkel. Az érték az egy nehezebben tűrhető dolog, mint az érdek. Mert hát az érdek az előre visz a kényelemben, a jólétben, a karrierben. Az érték az pedig sokszor egyfajta magatartásra kényszerít rá, amihez igazodni kell. Ha most ez a megtiszteltetés ér, én azt mondom, hogy ez tulajdonképpen egy kicsit arról is szól, hogy nem csak az ember által pozitívnak gondolt teljesítményért adják ezeket, az én hitem szerint, hanem egy kicsit benne van az egyebeknek szóló megbocsájtás is.